40 gyerek vett részt a színvonalas szakmai napon, köztük a 8 esztendős Ágoston Maja is, aki egy éve jár edzésekre, és egy versenyen már ezüstérmet is nyert. Felhevül a testem, ha mozgok, és nagyon szeretem. Több mint egy éve kezdett el a stílussal foglalkozni Sikter Dániel, aki a Keszthelyi klubot erősíti, két vizsgán is túl van már. A sport mellett fontos neki, hogy barátokat is szerzett a csapatban. Nagyon jó itt, közösségben vagyunk, együtt vagyunk, meg tanulunk esni, meg önvédelmet, meg versenyre is jó lesz. Egy, kettő, három, és vége, jó? Az IR Teamnél odafigyelnek a sportolókra minden szempontból. A legkisebbek megfelelő fejlődése nagyon fontos számukra. Az itt céljuk, hogy motiválják őket. Erre az egyik jó módszer, ha példaképekkel találkozhatnak. Nagyon jó a jiu-jitsu mindenkinek, a gyerekek szerintem nagyon fontos, hogy kezdődik gyerekkora, mert ez nagyon jó, hogy szocializálni egy másik, hogy önbizonság lesz is, hogy mozogni, és sportolni, nem csak majd otthon enni valami pizza. A brazil jiu-jitsu egy önvédelmi stílus, de versenysportként használják. Egy év felkészülés után most kezdenek el a gyerekekkel versenyezni. 6 éves kortól fogadják a tanuló palántákat az edzéseken. Ez nem csak a gyerekeknek jó, ez jó mindenkinek. Ez a brazil jiu-jitsu lényegében egy földharc stílus. A lényege, hogy állásból földre visszük az ellenfelet, és földön megpróbáljuk a lehető legrövidebb ide alatt feladásra kényszeríteni, kopogtatással, leszorítással, izületfeszítésekkel, folytásokkal. A sport a mozgás szeretete és a szigorú, de jó hangulat vonza az egyesülethez a stílus iránt érdeklődőket. Amit kapnak a tréningek alatt, a fiatalok az egészség, az állóképesség javulása, önbizalom növelése, mellette fegyelmet is tanulnak. Várnak még az edzésekre gyermekeket és felnőtteket is.